A mi segítségünk az Úrtól van, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Így ülve maradva imádkozzunk. Hatalmas Istenünk, köszönjük, hogy valóban így beszélhetünk most hozzád, mint kegyelmes atyánkhoz, akivel minden szükségünket szépen megbeszélhetjük, és előbb-utóbb rájövünk, hogy nem is nagyon kell nekünk magyaráznunk a szükségeinket, hiszen amikor még ajkunkon sincs a szó, te már érted azt, és te jól tudod, mire van valójában szükségünk. Köszönjük, hogy eddig is olyan sok ajándékot kaptunk tőled. Kérünk, tedd ezt a csendes órát is most ajándékká. Szeretnénk téged dicsőíteni azzal, hogy mindenféle szétszórtságunkból visszatérünk, és csak rád figyelünk. Ajándékozz meg minket olyan igével, amivel formálod, tisztogatod, újjáteremted az életünket. Köszönjük, hogy a te szeretetedről szóló evangélium, örömhír, az Istennek ereje, minden hívőnek üdvösségére. Könyörülj rajtunk, hogy hadd tartozzunk ezek közé, akik hiszünk neked, és így új életet kapunk tőled, és abban folyamatosan erősödni is tudunk. Ajándékozz meg minket, hogy se a meleg, se a fáradtságunk, se semmi más ne legyen akadálya annak, hogy amit most akarsz adni gazdagításunkra, az a miénk lehessen. Amen. Isten igéjét Pál apostolnak a rómaiakhoz írott leveléből hallgassuk meg. A rómaiakhoz írott levél első részének 15-től 17-ig terjedő verseiben így szól Isten igéje. Azért szívem szerint kész vagyok az evangéliumot hirdetni nektek is, akik a Rómában vagytok. Mert nem szégyellem az evangéliumot, hiszen Isten ereje az, minden hívőnek üdvösségére. Mert Isten a maga igazságát nyilatkoztatja ki benne hitből hitbe, ahogyan megvan írva, az igaz ember hitből fog élni. Kedves testvéreim, az elmúlt héten kezdtük el olvasni bibliaolvasó vezérfonalunk szerint Pál apostol a Rómába írt levelét. Ezen a levélen keresztül Isten többször megújította már az egyházat. Egészen bizonyos, hogy sok lelki, szellemi haszonnal fog járni, ha valaki szép nyugodtan végigolvassa majd ezt. Ajánlom ezt a levelet azoknak a figyelmükbe is, akik nem szoktak naponta Bibliát olvasni. Ezen egyszer érdemes úgy gondolkozva, nyugodtan végigmenniük. Az első fejezet áttekinti az emberiség egész történetét, különös tekintettel az ember Istennel való kapcsolatára. 10-szer ismétlődik benne a birtokviszony Istennel kapcsolatban. Isten evangéliuma, Isten szerettei, Isten akarata, Isten ereje, Isten igazsága, Isten kijelentése, Isten haragja, Isten elhatározása, Isten ítélete és Isten jósága. Így sorakoznak egymás után ezek a megállapítások. És ezen belül 3 szakaszt különböztet meg ebben a történetben. Ezeknek a címe ez lehetne, Isten akarata, Isten ítélete és Isten jósága. Mit jelentenek ezek a megkülönböztetések ebben az első fejezetben, különös tekintettel a mi személyes hitünkre és keresztény életünkre? Az elsőnek ez a címe, hogy Isten akarata, ami arra utal, hogy az emberiség történetének a kezdetekor az jellemezte az ember és Isten kapcsolatát, hogy tökéletesen megvalósult a Teremtő Isten akarata,
az ő legkedvesebb teremtményének, az embernek az életében. Az ember feltétel nélkül bízott teremtő Istenében, mert ismerte őt, és úgy döntött, hogy minden tekintetben függeni akar tőle. Az jellemezte Isten és az ember kapcsolatát, amire itt Pál apostol a levél legelején utal, az Istenhez visszatalált, újjászületett hívők jellemzésében, hogy az ember Isten szeretetje volt, aki mindenben engedelmeskedett neki, mindenben alkalmazkodott hozzá, tudta, hogy Isten feltétlenül az ő javát munkája, mindent megad neki, amire szüksége van, és éppen ezért saját jól felfogott érdekében, bár akkor még ilyen gondolatai nem is voltak, a leghelyesebbnek azt látja, hogyha Isten akaratát teljesíti mindenben. És ez nem kényszer volt, ez belső meggyőződés volt, szinte nem is volt ennek alternatívája. Egyedül ezt látta helyesnek, és ez volt a természetes az ember számára. Ennek az első korszaknak a meghatározója ez volt, legyen meg a te akaratod. És Pál apostol vallomásából kiderül, hogy amikor valaki ismét megismeri Istent, és úgy akar élni, ahogyan az saját magának is a legjobb, akkor újra eljut ide, hogy legyen meg mindenben Isten akarata az életében. Leírja itt az apostol, hogy ő vágyakozott látni a Rómában élő keresztjéneket, de egy lépés sem tesz addig feléjük, amíg meg nem győződik arról, hogy valóban ez Isten akarata. Jellemez-e minket ez? Majd erre még visszatérünk a későbbiekben. Nos, ez az állapot romlott el akkor, amikor az ember föllázadt Isten ellen, és azt mondta, hogy mostantól kezdve legyen meg az én akaratom. Isten ne szóljon bele. Isten ne szabjon törvényt, ne adjon rendet az én életemnek, ne mondja meg, hogy mi jó és mi rossz, ne ő mondja meg ezt, majd én azt megállapítom. A Biblia leírása szerint ez volt az Isten elleni lázadásnak, a bűnnek a lényege. Nem bízott többé az ember Istenben, függetlenítette magát tőle, és ettől kezdve nem tisztelte őt úgy, mint ahogy a teremtménynek teremtőjét tisztelnie kell, nem adta meg Istennek az egyedül őt megillető dicsőséget és imádatot, hanem önmagát tette Istenné. És ennek lett a szomorú következménye az, hogy az ember emiatt elveszítette emberségének a lényegét. Ez megmutatkozott abban, hogy egészen szánalmas, nevetséges módon önmagánál alacsonyabb rendű teremtményeket kezdett el Istenként tisztelni. Szent fákat, állatokat Istenként, égi testeket, mivel nem istenítette az egyedül igaz, valódi Istent, a Teremtőt, ezért ilyen állapotba került, és a másik kísérője ennek a lázadásnak az volt, hogy erkölcsileg mélyebbre került, mint ahol az állatok vannak. Olyan gonosz tettekre vetemedett, amire a legtöbb állat nem. Megöli a fajtestvéreit. Azonos neműekkel próbál szexuális kapcsolatot létesíteni. Tönkreteszi azt a környezetet, ami a létezésének a feltétele. De tönkreteszi, rongálja módszeresen önmagát is, és állandó viszályba kerül a környezetével, főleg a többi emberrel, ami miatt állandó félelemben kell élnie, és így tovább tönkre megy az, amit Isten teremtett. És mindennek az az oka, hogy föllázadt Isten ellen, Isten ellenségévé vált, és aki Istennel szembeszegül, az semmi jóra nem számíthat. Mert ezt a lázadást
követi az Isten igazságos ítélete. Ezért lett ennek a korszaknak, amiben most élünk, a fölírta ez, Isten ítélete. Itt már nem érdekli az embert Isten akarata, itt a saját akaratára akarja rányomatni Istennel még a vallásos ember is a jóváhagyást, meg akarja győzni Istent arról, hogy mit tegyen az ő érdekében, és az ilyen állapot következménye az, amiről a Biblia így szól, hogy Isten jogos és igazságos haragja. Az első fejezet utolsó mondata így hangzik, ők ugyan megismerték Istennek azt az elhatározását, hogy akik ilyeneket cselekszenek, méltók a halálra, mégis nem csak maguk cselekszik ezeket, hanem azokkal is egyetértenek, akik ilyeneket művelnek. Oda jutott az ember, Isten szeretetje, hogy méltó a halálra. Ha az egész fejezetet elolvastam volna, akkor láttuk volna ezt a két egymást követő eseményt, hogy az ember nem méltatta Istent arra, amire egyedül ő méltó, és ezért Isten kiszolgáltatta az embert ennek a saját lázadásának. A bűne lett a büntetése. Mivel így föllázadt Isten ellen, ezért magára marad, és lázadnia kell. És mi már mindnyájan ebbe a világba születtünk bele. És hiába mondja valaki, hogy nem én lázadtam föl Isten ellen, mivel ősszüleink közössége megszakadt az élő Istennel, mi is Isten nélkül jövünk a világra, úgy indulunk el, és ha valaki így marad, akkor ez így is folytatódik, és látjuk magunk körül, hogy Isten nélkül kötnek az emberek házasságot, Isten nélkül hagyják cserben a házastársukat, Isten nélkül érkeznek meg a meghalás küszöbére, és ha így maradnak, Isten nélkül kell eltölteniük az örökké valóságot. Ennek a világkorszaknak a felírata Isten ítélete. Nem ő taszított ki magától bennünket, mi akartuk így. Mi mondtuk fel a vele való kapcsolatot, egyedül magunkra vethetünk emiatt. Ennek azonban az a vége, hogy méltók a halálra. Rettenetes lenne, hogyha csak ennyiről szólna a Szentírás. Hogyha tudomásul kellene vennünk, hogy mindnyájan így születünk, hogy fortélyos félelem igazgat mindent egész életünk során, hogy ebből áll az élet, ahova züllesztettük, csalás, képmutatás, hazudozás, egymás cserben hagyása és a kiszolgáltatottságnak az érzése. Erre valóban érvényes az, amit sokszor mondani szoktak keserűségükben az emberek, hogy nem élet ez. Ez valóban nem élet. Ez a halál előszobája. A Biblia egészen mást nevez életnek. Isten élete teremtette az embert, és ezt az életet veszítettük mi el, amikor ővele megszakítottuk a kapcsolatot. Ezért óriási dolog az, hogy ezek után megszólal a Bibliában az örömhír Isten jóságáról. Mert miután itt mindenről részletesen szó van, csak nem akartam ezt az egész oldalt felolvasni a Szentírásból, rátér arra, hogy Isten jósága minket megtérésre ösztönöz. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy megtérhet, vagyis megfordulhat az az ember, aki hátat fordított Istennek, mert Isten várja az őt otthagyott ember visszatérését. Isten mindent megtett azért, hogy helyreálljon a vele való eredeti kapcsolat. Minden feltételét megteremtette annak, hogy ne így nélküle pusztuljunk el egy ilyen szörnyű fölírat jegyében, hogy Isten ítélete, hanem az ő mérhetetlen jóságával utánunk szól, utánunk jön, és hazavár.
pontosan úgy, ahogy az elveszett fiút válta az apja. Jézus legismertebb példázata szerint ott is a fiú hagyta ott az apját, nem az apja kergette el otthonról, és mégis várta haza. És minden el volt készítve ahhoz, hogy visszahelyezze őt eredeti státuszába, hogy újra fiának nevezhesse. És a Biblia arról szól, és a hétköznapok azt bizonyítják, hogy a mi életünk számtalan nyomorúságának az egyetlen igazi megoldása az, ha valaki visszatalál szerető mennyei atyához. Ha eljut egy ember oda, hogy újra mer bízni Istenben, hogy újra egyedül tőle vár mindent, amit elveszített, és ami nélkül nem élet a léte, hogy újra függeni akar Istentől. Kész neki engedelmeskedni, és újra kérdezi, hogy Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Olyan szemléletesen láthatjuk ezt éppen a levél írójának, Pál apostolnak az életében, aki szintén az Isten ítélete alá született, és hiába volt nagyon-nagyon vallásos ember, mégis ez volt a jelszava, hogy legyen meg az én akaratom, és a saját akaratát teljesítve indult el Jeruzsálemből Damaszkuszba gyilkolni, összeszedni és leölni azokat, akik Jézusban hittek, és amikor találkozott Jézus Krisztussal, végül is ez a kérdés hagyta el a szívét és az ajkát, Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? És ez jelentett az életében olyan fordulatot, ami mindent megváltoztatott. Aki ide eljut, annak mégsem kell meghalnia, noha azt olvastuk, hogy az ilyenek méltók a halálra, hanem visszakapja az életet, mert visszakapja az Istennel való közösséget. Miért nem kell meghalnia? Az erre a kérdésre kapott válasz maga az evangélium. Ezt nevezi a Biblia örömhírnek, evangéliumnak. Azért nem kell meghalnia, mert valaki már meghalt helyette. Az Isten igazságos ítéletét valaki elszenvedte. Valaki eljött erre a világra, erről szól a Szentírás, aki mindig mindenben engedelmes volt az atyának, és egyszer mégis bíróság elé állították. Durva rágalmakkal vádolták, és a bíróság egyhangúlag kimondta, méltó a halálra. És mivel Jézus Krisztus ezt a halált ténylegesen elszenvedte, helyettünk, ezért arról szól az evangélium, hogy Isten mindenkinek kész megbocsátani, és újra életet ajándékozni, aki hiszi, hogy Jézus valóban helyette halt meg a kereszten, hogy ő rá is érvényes Jézus halála és annak az erje. És aki ezt hiszi, arra ez olyan erővel hat, ezért olvastuk itt, hogy Istennek ereje ez az evangélium, hogy hitet támaszt a leghitetlenebb szívben is, hogy kinyílik Isten szeretete előtt a legkeményebb emberi lélek is, és nem csak újra visszakapja eredeti pozícióját az ember, hanem új kondíciót is kap, vagyis képessé válik arra, hogy ismét Isten akarata szerint éljen. Ez az Isten evangéliuma, amiről itt olvastunk. Ilyen nagy az Isten jósága, amiről itt olvastunk, és ez az Isten kijelentése, amit Pál apostol ebben az igében említ. Az egyik írás magyarázó azt mondja, hogy ez olyan horderejű kijelentése az apostolnak, mintha egy orvos kongresszuson előállna egy kutató, és azt mondaná, hogy ő föltalálta nem csak az ilyen vagy olyan vagy amolyan gyógyíthatatlan betegség ellenszerét, hanem a betegség és a halál ellenszerét, és ez itt most mindjárt
bárkinek oda tudja ajándékozni. Vagy űzi-fűzi tovább, mintha egy szintén jelentős konferencián megjelenne egy zseniális pedagógus, és közölné, hogy feltalálta az emberi butaság bacillusát, és egyben ennek a bacillusnak az ellenszérumát is, és a tisztelt hallgatóság közül bárki azonnal kipróbálhatja ezt önmagán. De még ennél is többről van itt szó. Itt arról van szó, hogy az az ember, aki kihívta maga ellen Isten igazságos haragját, aki azért maradt magára, mert ő hagyta ott szerető mennyei atyát, akitől addig minden jót megkapott, amire szüksége volt, ez az ember, akit jogerősen halálra ítéltek, kézhez kapja a jogerős felmentést, minden további nélkül. Ezért mi, testvérek, semmit nem tudunk tenni. Ha valaki fölismeri a maga rászorultságát, és komolyan veszi azt, hogy a Szentírásnak ez az örömhíre is igaz, annak az életében elkezd érvényesülni ez az új állapot. Erre mondja alapigénk, hogy aki ezt hiszi, az igaz ember hitből fog élni. Aki ezt hittel komolyan veszi, az él. Ez az evangélium. Erről beszélt keresztelő János, amikor azt mondta, aki hisz a fiúban, örök élete van annak. Aki azonban nem enged az Isten fiának, az Isten haragja marad rajta. Mert mi mindnyájan, hogy ezzel a képes helyhatározóval fogalmazzunk, az Isten haragja alá születünk. De ez alól a harag alól kikerülhet az élete. Annak, aki hisz Jézusban. Ha nem hisz, akkor az Isten haragja rajta marad. Aki hisz, az kiszabadult az Isten haragja alól, és annak örök élete van. Ezt a három szakaszt különböztettük meg. Isten akarata, ez volt eredetileg. Ennek vége lett a lázadással. Isten ítélete, ez alatt születünk mindnyájan, ennek a jegyében töltjük el az életünket, ha csak az Isten jóságáról szóló evangéliumot komolyan nem vesszük. Azt, hogy Isten kész minden bűnünkre tökéletes bocsánatot adni, Jézus áldozatáért. Ez az evangélium, és ezáltal munkálkodik Istennek az ereje. És azt olvastuk itt, hogy Isten az ilyeneket igazakká nyilvánítja. Mintha soha nem lázadtunk volna föl ellene. Az első állapot elveszett. A második mindannyiunk számára ismerős kell, hogy legyen, mert ebbe születtünk bele. Hadd kérdezzem meg azt, hogy ebből az állapotból átkerült-e már az életed a harmadikba. Ezt lehet tudni. Erről Isten teljes bizonyosságot ad, ide, ha Jézus Krisztusban való hit vezet. És akkor akármilyen körülmények között, bármilyen nehéz feltételekkel megterhelve is, kiegyensúlyozott, harmonikus, boldog emberré válik az, aki visszatalált Istenhez. Úgy, mint ahogy a tékozló az elveszett fiú is, amikor hazatalált. Isten minket ebbe az állapotba hívogat ma este is. Az evangélium hangzik, itt most közöttünk is. Pál apostol azt mondja, hogy nem szégyelli ezt, mert Isten ereje ez az evangélium minden hívőnek üdvösségére. Aki ennek hisz, annak üdvössége van. Már most. Imádkozzunk. Mennyei édesatyánk, olyan furcsa ez a mi fülünk számára. Mi vagy nem is éljük át igazán elveszett voltunkat, vagy magunk akarunk tenni valamit a szabadulásért, és a mi gőgös, büszke természetünknek olyan nehéz tudomásul vennie, hogy egyedül a te ajándékodként lehet miénk
az üdvösség. Könyörülj rajtunk, hadd tartozzunk azok közé, akik hittel komolyan vesszük az evangéliumot, és így hálásan elfogadjuk tőled a bűnbocsánat, az élet, az örök élet ajándékát. Segíts minket ennek az ajándéknak az örömével élni, és ezt az evangéliumot, ami a te erőd, másoknak is szeretettel továbbadni. Könyörgünk most hozzád azokért, akiknek különösen nagy szükségük van a te szeretetedre. Könyörgünk egy idős férfi testvérünkért, aki élet és halál mesdjéjén van, ajándékozz meg őt ezzel a hittel. Könyörgünk valakiért, aki súlyos műtét előtt áll. Te vezesd az orvosok döntéseit és kezét. Könyörgünk hozzád azokért a gyerekekért, akik ezen a héten vannak csendes héten. Nyisd meg az ő kis szívüket az ige előtt. Hadd jusson el az evangélium minél előbb, minél mélyebbre az életükben, s rajtuk keresztül a családjukhoz is. Köszönjük, hogy mindannyian minden gondunkat teljád vethetjük, mert neked gondod van rejánk. Amen. Ti azért így imádkozzatok, mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Ami Urunk Jézus Krisztusnak kegyelme, az Istennek szeretete és a Szentlélek közössége maradjon mindannyiótokkal. Amen.